Sziasztok, Varga László vagyok, egyéni vállalkozó és hivatásos vadász. Az afrikai sertéspestis is kapcsán elkezdtem foglalkozni patkányírtással, hiszen a jagterjerjeimnek munkát szeretnék adni. Elég nagy a probléma az országban a patkányinvázióval, ha mondhatjuk így, mert nagyon szapor állat, gyakorlatilag 21-23 napig vemhesség után, még 3 hét múlva már elhagyják a fészket a fiatal növendékek, és 8 hetes korukban már ivarérettek. Ez azt jelenti, hogy az ember 2 hónapon belül azt veszi észre, hogy gyakorlatilag beköltözött 2 darab patkány, amit vagy észrevett, vagy nem, és nem sokára már 18-an vannak. Általában egy fészekaj körülbelül 8-10 egyed, de lehet 15 is, és egy évben 5-6-szor fial egy kifejlett nőstény. A következő probléma a betegségek terjesztése, amit a patkány nagyon, az ellenálló genetikája miatt nagyon, nagyon jól terjeszti a betegséget, a leggyakoribban a leptospirózist és a vírusos agyhártyagyulladást, de akár még a pestist is terjesztheti. Az életterünkbe beköltözve mindenhol a székletükkel és a vizeletükkel, a harapásukkal, a nyálukkal, a karmolásukkal is meg tudunk fertőződni. Sőt, egy ilyen patkányírtás során még a felszálló porban is benne vannak ezek az anyagok. Nagyon fontos a patkányírtással kapcsolatban, hogy kétféleképpen írthatjuk a patkányt. Kemikáliákkal és biológiai módszerekkel. Azért kezdtem a jagterjerekkel patkányt írtani, mert nekem a legfontosabb a kutya munkája. A kutya munkája pedig a görényekkel összefonódva egy komplex munka. Ha a görényeket gyakorlatilag be tudjuk engedni a patkánynak a járataiba, a farakások mögé, olyan helyekről a kutya nem tudja megfogni. A görény ebben az esetben egy hajtó, aki az elálló kutyák elé tereli a patkányokat. Ez egy nagyon jó kombináció, és a vegyszerek hiány ez egy komoly biológiai fegyver a patkány invázió ellen. Ez egy ősi dolog, amit sajnos újra elő kellett venni a pazarló 21. századi társadalmi rendszer miatt, hogy rengeteg a termény, rengeteg a kidobott ételmaradék, és gyakorlatilag emiatt dőzsölnek a patkányok a környezetünkben. Gyakran megesik, hogyha a görényünket leengedjük egy járatba, egy patkány járatba, hogy igenis felveszi a harcot a patkány ellen. Sokszor meg is öli a patkányt, a fészekaljakat hamarabb megöli, nyilván a kisebbeket, de akár a 30 dekás patkánnyal is elbír egy jó minőségű, jó ösztönnel rendelkező vadászgörény. A másik esetben, hogyha a patkányt csak kihajtja, hiszen a patkány ösztönösen menekül a görény elől, ahogy belépett a rendszerben, a patkányoknak nagyon jó a szociális hálója, innentől kezdve ő nagyon, nagyon jól tudják, ha egy-egy visítás felhangzik, hogy mindenkinek menekülnie kell. És elhagyják a rendszert, ekkor jönnek a kutyák a képbe, akik jobb esetben kölyökkoruktól össze vannak szoktatva a görényekkel. Ez a legoptimálisabb helyzet. Nekem nagyon fontos a kutyák és a kutyák vonzatában az, hogy egy kutyának a zsákmány ösztönét kölyökkorban én labdával szoktam imitálni a menekülő prédát. És amelyik kutya jól labdázik, az a kutya jól ösztönözhető, és így nem fegyelmeznem kell, hanem ösztönöznöm egy-egy feladatra. Érdekes módon a kutya rettenetesen haragszik a patkányra, és sokkal jobban haragszik rá, mint a görényre. És gyakorlatilag kicsúszott a görény a homályos részbe, és csak a patkány fókusz az éles. Ez odáig megy, hogyha egy kutya jó, hogy a lukban pár centiről, tehát nagyon jól tudja, hogy nem halad bele a görénybe. Teljes, azt kell mondjam, hogy 100% görénytiszták lettek a kutyák, mivel összerakták az okokozatot. Ha lemegy a kollégám egy lyukba, akkor ellenfél jön ki.
A görény általában lassabban totyog ki egy lyukból, a patkány, ha esetleg ki is néz, utána kivágódik, és így a már a mozgásból is jobban tudja a kutya, hogy ki az ellenfél és ki nem az. A patkányok betelepülése a vándorpatkánynak általában ősszel zajlik, amikor letakarítják a terményt a területről. Ilyenkor nyilván hűvösebbé válik az idő, és behúzódnak a farakások takarmánytárolók alá, és ott gyakorlatilag húzódnak a termény útja, a termény után, hiszen az ember hazahordja a jószágainak. A legfertőzöttebb területek általában a csirketelepek, vagy a szárnyas, inkább úgy mondanám, hogy a szárnyas telepek, hiszen a csirkék és a szárnyasok borzasztó pazarlóan veszik fel a takarmányukat. Az etető tál környezetében rengeteg az ételmaradék. A patkányoknak innentől kezdve gyakorlatilag Kánaán lesz ez az egész történet. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen mennyiséget lehet egy ilyen átlagos napon megfogni. Ez általában úgy zajlik, hogy felmérjük a terepet, körbejárunk esetleg egy kutyával, egy stabilorú, nyugodt kutyával, aki jelezni fogja nekünk egy-egy patkányuknál, hogy melyik lakott és melyik nem. Ezek a jagterjerek is hiába egy vehemens fajtáról van szó, nagyon stabilan tudja állni, percekig tudnak figyelni, és hallgatják, hogy esetleg mit csinál odalent egy görény. Na most az első időben fel kell mérnünk, hogy a terület adottságai milyenek. Hova, merre tud elmenekülni egy patkány, és azokat az irányokat egy ilyen gyorsan telepíthető villanypásztor karóval és rátett apró lyukú műanyag hálóval ezeket le tudjuk szakaszolni. Ez rettenetesen fontos ebben az egész történetben, különben a következő helyre fognak szökni a patkányok, és onnan a következőre, hiszen ők vannak itthon, mi pedig most vagyunk itt először. Általában a patkányok a rendezetlen portákon szoktak legjobban megvetni a lábukat, de sajnos akárki akármilyen rendbe tartja az állatait, a jószágait, ahol termény van és ahol van jószág, ott rendszerint általában előbb-utóbb be is talál egy-egy patkány kolónia. És mivel gyorsan szaporodik, mire észbe kapunk, 50-60-80 is lehetnek, akár 200-an is. Az én fogásaim között a legnagyobb teríték számot azt fácán telepek adták, hiszen ott csak szárnyas van, félig vattartásban vannak, és rettenetes a pazarlás a takarmányozáskor. Innentől kezdve rettenetesen szaporodik a patkány. És általában a laza talajban, de akár kemény talajban is, tehát mindegy, a betonon is átrágják magukat, és olyan rendszert csinálnak a fácán telep alá gyakorlatilag 20 centivel, hogy komplett alagút hálózat. Egy ilyen alkalommal úgy gondolom, hogy visszaellenőriztük önmagunkat, és elmentünk két hét múlva még egy fogásra. Az első fogásban 128 darab patkány volt, és 25 patkányt tudtunk fogni. Mi úgy taksáltuk az első fogásnál, hogy 200-250 darabból, vagy 200 körüliből tudtunk megfogni ezt a 128-at, de a második fogásnál nagyon nyögvenyelősen jött össze a 20. Na most ez egy háznál lehet, hogy az ember 10-15 patkányt lát, vagyis hogy 10-15 patkánya van, azt 30-40-nek is észlelheti, akár többnek, hiszen ugyanaz a patkány jár ki, lyukból hordja be a terményt az alomnak. Van, hogy a görények megeszik egyébként a patkánynak az agyát, a benne lévő tápanyag protein miatt. Ezzel az ember nem tud mit csinálni, azt nem hiszem, hogy valaki ezt ki tudja a görényből írtani. Gyakorlatilag együtt kell vele élni, vagy úgy kell szelektálni, hogy ki megeszi, ki nem eszi meg, és azzal próbálok párosítani, aki jobb munkát végez. A háznál lévő patkányírtásból nagyon fontos, hogy a háznál lévő jószágokat, mint a csirke, nyúl, kacsa, bármit, a kutyánkat ne érdekelje ez az egész, csak is a patkányra fókuszáljon. Ehhez több tréning kell, fiatal korban, 2-3 hetesen, az se baj, hogyha az ember, aki ezzel akar foglalkozni, csak azért tart pár csirkét, hogy a kutyája megismerjen a csirkével, és a csirkék közé tegye le például a patkányt, ami egy élvefogó ketrecben benne van. És onnantól kezdve a kutya meg fog érteni, hogy se a csirke, se semmi más nem ellenfél. Egy rosszul felépített kutya, egy átlagos jagterrier, ha mondhatom így sajnos, mert van ilyen, egy szomszéd portál lévő 500-as csirkeállományt is kibír írtani egy este alatt, hogyha olyan vérmérsékletű a kutya, és nem lett jól szocializálva és felépítve. Én úgy gondolom, hogy minden kutyának kell a felépítés és a szocializáció leginkább, és a napi szintű, heti szintű foglalkozás és gyakorlás.
A háznál lévő patkánynyitásokkor teljesen változó a fogási arány. Gyakorlatilag nem csak az, hogy az idősebbeket, az a törzsállományt mondhatjuk így fogjuk meg, vagy pedig a szaporulatukat találtuk meg. Mind a kettő nagyon fontos, hiszen ahogy a korábban mondtam, ez a 8-7-es korban már ivarélett patkány, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha nem fogjuk meg fiatal korában bent az alomba, akkor nem sokára futni fog a falon is. És így hiába fogtuk meg a törzsállományt, ha a szaporulat megmaradt, egymás kölykének is besegítve felnevelik egymás kölykét a nagyon jó szociális háló miatt, és ugyanannyi patkányunk lesz 3 hét múlva, vagy 4 hét múlva, mint amennyi volt. Ez fontos az, hogy ismételni kell ezeket az írtásokat, a sikerektől függően. Van, hogy 2 patkányra hívnak ki, mert beköltözött a házba, vagy van olyan, hogy 10-15-20-as terítékek, de 50 és 30 között én azt gondolom, hogy a java, egy átlagos családi háznál a java, ez a 20 és 50 közötti teríték általában, amit össze tudunk hozni. Ez sikertől függ, sikernek is függvénye, meg hiszen nem tudjuk, hogy mennyit ölt meg a görény lent a járatba. Ezeket nem tudjuk, hogy ez hány darab lehetett.